ez nem egy régi módi történet olyan szempontból, hogy Szabó Magda, ha úgy tetszik, örökérvényű kérdéseket feszeget. Úgyis, mint női emancipáció, férfi-nő viszony, generációk harca, vallások szembenállása. Ez nem korhoz kötött, ez emberöltőken átívelő sztori. Egy nagyon jó értelemben vett szappanopera, egy családregény, brilliáns írói képességekkel megszerkesztve, folyamatosan az érdeklődést fönntartó szituációkkal, nagyon izgalmas karakterekkel. A színészeknek van dolguk. Szépen rétegzett a történet, a figuráknak a jellemrajza bonyolult, és hálásak is a színészek, mert van mit játszani, van mit megfejteni. Milyen jó fiú maga József. Istenem, milyen jó fiú. Igen. Én jó fiú vagyok, Lenke. Még annál is jobb, mint amilyennek hisz. Mert én most elköszönök magától örökre. Ugye ők egy szerelmes pár, akikből nagyon keveset látunk, de hogy a szerelmesekben mi a közös? Hogy számomra így ez az, ami így nagyon sokáig ez így kérdés volt, hogy mi az, ami miatt ők vonzódnak, hogy ez csak pusztán egy ilyen fizikai, tehát egy ilyen kémiai vonzalom, így a jó, vagy valami többről van szó. És ami nagyon hasonló ebben a Hoffer Józsiban és a Lenkében, az, hogy mind a ketten egy zárt világban élnek és nőnek föl. Tehát ez így szerintem nagyon hangsúlyos a Szabó Magdánál, hogy ugyanúgy, ahogy ugye látjuk a Lenkét, hogy zárdában nevelkedik, és vagy az a neveltetés, amit a nagyanyja képvisel, az ő egész története. És ebből a rabságból való szabadulásról szól, ugyanúgy a Hoffer is gyakorlatilag otthon ugyanaz, a gazdag embernek a rabságát éli, aki ugyan látszólag szabad, vagy hogy a világ dolgaiban úgy tud közlekedni, hogy szabadnak tűnhet, de helyette döntenek. Tehát a legfontosabb kérdésben az apja dönt helyette. És ezt a kettőt rakja egymás mellé zseniálisan a szerző, Szabó Magda, és ebben felül tud emelkedni. És ezt meg tudja fogalmazni, hogy ezzel mi a probléma, a gyávaság. Emma más Lenkét igazából így közelebbinek érzem magamhoz, és nagyon sok ilyen kapcsolódásom van vele. Emma meg kicsit így, tehát így több, mint én, mármint így a jelleme, de az is izgalmas igazából, ahogy ő Pesten éli a nagyvilági életet, és boldog, és szárnyal, és eleinte meg ahogy lázad, hogy ő igenis megunja ezt a vidéki, beposhat világot. Szóval igazából mindkettőt jó csinálni. Más. Itt fekszünk a romok alatt, és most te is közénk mászol, négy kézláb? Hát nincs itt elég nyomorék! Én, az öreg, az apánk soha többé nem lesz épp ember, tábeszes! Megtiltom, hogy ilyen szavakat használ! De szemérmes lettél hirtelen! A Gacsári lánynak gyereket csinálni szabad volt? Kálmánka nagyon sokáig nagyon jó helyet foglal el. Gyakorlatilag egy trónörökösnek kéne lennie, ha lehet így fogalmazni. Szerintem egy meglehetősen gondtalan élete van egészen fiatal férfi koráig, mondjuk egy 18 éves koráig, és aztán becsúszik egy gyerek, és onnantól pedig csőstüljön a baj. Nagyon-nagyon hamar elkártyázott, meg eljátszogatott óriási több generációs vagyonokat, amivel meg egész egyszerűen szerintem föl sem tudjuk fogni így mai léptékkel. És ennek azért vannak következményei.
Valószínűleg tényleg vannak ezek a típusok, és beszélgettünk arról valamelyik este, hogy a szabadságharc utáni időkben volt egy nagy nemzethalál, amiben például az apám részt vett. Tehát, hogy egy olyan lelki világ, hogy minden mindegy, és teljesen mindegy, hogy mi fog velünk történni. És én pedig úgy növök föl, hogy ez a mintám az én apámtól, és ezért egyáltalán nem biztos, hogy ő meg akar állni ezen a lejtőn, illetve valószínűleg egy ilyen örök optimista, aki azt gondolja, hogy majd minden nehézségen úrrá lesz, mert majd holnap máshogy fordul a kocka. Én nem vagyok szerencsejátékos ugye a magánéletemben, és ezért nekem ezt picit nehéz is elképzelni, de szerintem ott nincs megállás egyáltalán. Tehát ilyen állandóan dupla vagy semmi van. Nagyon jó, hogy Szabó Magda nem ítélkezik. Tulajdonképpen kérdéseket tesz fel, és arra sarkalja a nézőt, hogy válaszokat próbáljon megfogalmazni. Gizella az eladósorban lévő lány igazából a családban, csak hát ő a Ruth kiskacsa. Tehát, hogy és az, hogy hattyú lesz-e vagy sem, azt nem mondom el. De neki ez nem cinizmus, hanem önirónia. Egyfajta védelem, hogy így élje túl a hétköznapokat. Tehát valakinek van egyfajta akár betegsége. Nála ez nem betegség, hanem egy rendellenesség, amitől a környezet, ő attól válik az ember ilyenkor cinizmussá, amire azt mondja, hogy cinizmus, igazából önirónia, mert védekezik. És azért, hogy túléljen. Tehát, hogyha mindig arra gondolna, hogy neki most Jézusom mennyire szörnyű, és ezt mindig a fejéhez is vágják, ugye, mint édesanyám, jótékony hölgy, akkor az úgy nehéz, és az ember így él túl. Tulajdonképpen hát hagyja érvényesülni, mert hát ugye, mint egy megromlott házasság, amiben nagyon sok mindenben nem értenek egyet, de igazából mindenki éli a maga életét, de a házasságot nem bontják fel. Szerintem nagyon értelmesen és nagyon józanul elmondja, hogy ki milyenek a gyerekei. Az más kérdés, hogy ebbe a felesége egyetérte. El is következik a nagy baj, de hát ugye születik egy gyerek, és az nagy úr, ebbe bele kell gondolni. Legalábbis ő úgy gondolja. Bár így utólag, ugye úgy tűnik, mintha hát igen, nagy balépést követett volna el. De hát mit csinálunk egy születendő gyerekkel, egy kisgyerekkel? Vannak különleges napok az ember életében. Ez például ilyen. Nem tudom megmenteni a fiamat, és nem tudom, akarnám. Mi nagyon hasonlítunk egymással az apámhoz. Sose vettem rossz néven tőle, hogy annak idején a sorsomba hagyott. Réka Máriát, én egy nagyszerű teremtésnek tartom, aki annak ellenére, hogy nyilván csodálatos szenvedélyekkel tele hölgy, aki minden érzelmét és szenvedélyét hátrahagyva egy családot tart össze. És hát persze vannak bigott és keményebb dolgai az élethez való viszonyban, de én egy csodálatos nőnek tartom ebben a korban, amiben ő élt, hogy mindent megtett azért, hogy ez a család létezzen, egyben maradjon, boldoguljon. Hát követünk el hibákat, de azt hiszem, ő a maga részéről megtette, amit meg kellett egy anyának tennie. Véleményem szerint Szabó Magda jóvoltából igazi színház születhet ezen az estén, méghozzá olyan értelemben, hogy kommunikációra késztet. Ez egy belső kommunikáció és egy külső kommunikáció is egyben. Tehát elnézegetve a történetet,
boncolgatva a fölmerülő kérdéseket, egy beszélgetésre kényszerülünk önmagunkkal. Részint meg esetleg a partnerünkkel, vagy a környezetünkkel, ha nem is aznap este, de a további életünk során. Nagyon jó értelembe vett színház, megmozgat érzelmileg és értelmileg egyaránt.